Sziasztok, Farkas Viki vagyok, más néven Kicsi Vú, az Ötelem Konyha szakértője. Most azt az élményemet szeretném veletek megosztani, hogy tegnap egy kínai asztrológia előadáson jártam. Spilák Zsuzsa arról mesélt, hogy mit várhatunk a 2018-as Föld kutya évétől. Tehát a 2018-as év az a Yang Föld elem uralma alatt fog állni. A Yang Föld az tulajdonképpen, hogyha egy képben kellene megjeleníteni, akkor az a kőszikla. Tehát egy rettenthetetlen, mozdíthatatlan, hatalmas nagy hegy. Tehát látjátok, hogy ugye a stabilitás, mozdulatlanság, a ragaszkodás az eredeti állapothoz jellemzi ezt az elemet. Viszont, hogyha megnézzük az évnek a képletét, akkor azt látjuk, hogy sok yangfa minőség is van benne. A yangfa az leginkább mondjuk egy 100 éves gesztenyefával érzékeltethető. Ugye ezek a hatalmasan nőtt vastag törzsű fák is nagyon erős gyökerekkel kapaszkodnak a talajba, ugye a tradíciókba, a családba, tehát a gyökereikhez. Viszont ugye állandóan mozgásban, növésben vannak, szerte ágaznak az ágaik, tehát benne van ebben a képben ugye a fejlődés, a lassú fejlődés lehetősége is. Mit jelent ez erre az évre nézve? Az, hogy a yangfa és a yangföld minőség, az ugye egymással kicsit opozícióban áll, ugyanis a kőszikla az nem annyira ideális talaj egy fának. Viszont, tehát mind a két kép ugye magában hordozza a stabilitást, a ragaszkodást a meglévő állapotokhoz, viszont mégis a fa minőség behozza az ötleteket, terveket, az újdonság iránti vágyat. Hogy fog ez megjelenni? Ez azt jelenti, hogy tele leszel ötletekkel, tervekkel, a változás iránti vágyjal, viszont ez akkor lehet sikeres, hogyha megalapozod ezt, tehát a föld elemű minőséget is behozod az életedbe, azaz végig gondolod, hogy mi a te nagy miérted, miért akarsz változtatni, és hogyha megvan ez a biztos, stabil alap, akkor ez egy nagyon jó táptalaj a változásra. Ez azt jelenti, hogy ez az év, ez inkább a befelé forduláshoz, a lelassuláshoz lesz kedvező. Tehát a külső segítség helyett inkább a belső erőforrásaidhoz érdemes fordulnod. Hogyha ezt az életmódváltásra akarjuk lefordítani, akkor szerintem ez azt jelenti, hogy mielőtt belevágsz egy életmódváltásba, akár étrendi változásokba, vagy egy komplexebb életmódváltásba, akkor érdemes előtte azt tisztáznod magad számára, hogy miért akarod ezt, miért vágysz arra, hogy megváltoztasd az életedet, mert ez egy olyan hajtóerő lesz, ami aztán erőt fog adni a változáshoz. A másik, hogy ez az év kedvez a tanulásnak, az új dolgok megismerésének, ez ugye a fa minőség miatt van így. Tehát mielőtt elkötelezed magad egy változás mellett, érdemes körülnézned, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen irányzatok, tehát tájékozódj, tanulj, fejleszd magad, és amire rárezonálsz, ami a legszimpatikusabb számodra, azt választ ki, és utána menj végig azon az úton.